Az ősz az idő koreográfiám is már megérte a 20-25 éves időszakot. Nekem családi gyökereim vannak a katonáskodáshoz, tehát édesapám kint volt a Donkanyarban, nagyapám az első világháborúban, és tulajdonképpen ez a katonabúcsú, ez úgy született, hogy a Muzsikás Együttesnek és Csóri Sándornak egy fantasztikus zenei feldolgozásában Sanyi énekével, egy ilyen szomorú, lamentáló énekével énekli el ezt a gyönyörű mezőségi nótát, erre készítettem a koreográfiámat. Egy nagy robbanással kezdődik, amiben egy kráterben ugye egy összekapaszkodott férfiak szétzuhannak, és éppen két csata között ugye gondolkodnak, nézegetnek, hazagondolnak. Tehát ezekből a mozdulatokból építettem oda. Ugye van egy székinót, hogy mikor mentem Makapuson, néz ki rózsám az ablakon, tehát ott egy kicsit búcsúznak ezek a lassú mozdulatok a fiúk, összekapaszkodva mennek tovább, és igazából köszöntik egymást, maguk elé tartják a palat, és ebből a síkból kiemelik egymást a táncosok. És mikor a harmadik fiút emelik ki, akkor tulajdonképpen a magasban van, és emelné a parát ő is a többiekre, akkor pont akkor lövik le. Valakit kifeszítenek, lóg lefelé, fejjel lefelé, mintha egy állati tetemet bontanánk szét éppen a mészárszéken, és amellett boldogan fotózkodnak a többiek. Tehát mindig az ellentét párok, hogy vannak a győztesek, vannak a vesztesek, ezt is szerettem volna megmutatni. Majd későbbiekben egy hadifogság jelenetet ábrázoltam azzal, hogy tulajdonképpen orosz tánc mozdulatokkal táncolnak, különböző lábemelések, gugolások, nagy férfias mutogatások közepette, egymást biztatják, hogy lazuljanak fel a táncba. Ez nagyon sokszor előfordul, és nagyon sok ilyen fogságban lévő arrév felvételt néztem, és tánc mozdulatot kerestem ehhez a koreográfiai megoldáshoz. Csak egy ember, egy férfi marad állva, és nem mozdul. Ezt önképpen igazából Mátyás István kalotaszegi Mundruc bácsi emlékére állítottam ezt be. Ő is mesélt a hadifogságban lévő táncolás, hogy ő igazából nem árult el a többieknek, hogy tudott táncolni, nem volt annyi fizikai energiája, hogy a többiek kedvére mindig táncoljon, de egy csodálatos táncos volt, és emlékszem, még motivumokat is hozott haza, hogy na, így táncolnak az oroszok, ezeket ott tanultam ettől, attól a falusi embertől, és tulajdonképpen ő kezdi el az otthoniak táncát. Addig mindig ilyen oroszos mozdulatokat táncoltak a táncosok, és amikor ő egyedül megindul a táncban, a szólista, akkor ő az hazait, az otthoni anyagot táncolja, a kalotaszegi legényest, és ebbe szinte megszégyelve a többiek, hogy tulajdonképpen föladták a falusi ényüket, a szülőföldnek a levegőjét, és akkor feszesen, ugye közösen eltáncolják, hogy minden hadifogoly eltáncolja az eredeti kalotaszegi legényest. Az a kötél, ami eddig mondjuk még nem beszéltem róla, de ezt a kötelet használtam egy olyan térnek, ami aztán a koreográfia végére egyre szűkül, és a végén teljesen összeszorítja ezt a 9 vagy 11 embert, és ezek szinte egymást keresve, mikor már összeszorították őket, egymás fejét simogatva, vakon, ugye egy támadás után egymás barátilag nézik, hogy megmenekültek a bombatámadás, vagy élnek-e. Ma már így 25 év után, mint a közhelyes lenne, hogy így kibomlik egy fa belőlük, de kihajlanak ebbe a kötő, és azok a lányok, akik otthon maradtak, azok csak elmennek mellettük, tehát szépen fölöltözve, kendőben, ruhába, és nem veszik észre, hogy ezek az ő férjeik, az ő gyerekeik, az ő nagyapáik, tehát ott már csak egy fa van belőlük, és elsétálnak a lányok mellettük.
egy ilyen komplex érzés a katonáságnak, plusz hozzájön ez a szöveg, amit a Sanyi ilyen fájdalmas ének, hogy ősz az idő. Tehát ez valahol a falevelek, az elmúlás, a kötélbe való bezártság, a körben való egyre szorosabb, összekapaszkodó férfi testek, tehát ez ennek a katonabúcsúnak a megoldása. És igazából nem vittem soha versenyre ezeket a számaimat, mert annyira rólam szóltak, annyira nekem szóltak, annyira én akartam megmutatni benne magam, hogy nem gondoltam, hogy valaki ezt fogja elemezni, vagy nem gondoltam, hogy ezt meg kellene méretni, hogy 3 vagy 4 pontot érdemel ez a szám, ez sokkal többet jelent nekem számomra.